Őszi gabonafajta bemutatót és szakmai napot tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete és a Déli ASC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. A szakmai előadásokon szó esett a növényvédelmi aktualitásokról és az idei gabonapiaci kilátásokról. A terepbejárás során pedig egyes fajok jellemzőit ismerhették meg a termelők. Aminek a célja az, hogy a környékbeli gazdák adott területen meg tudják nézni, hogy azonos körülmények között mit lehet elérni a vetőmagjaikkal. Ez a munka már elkezdődött ősszel, nyilván a talajműveléssel. Október közepén vetettük el a vetőmagot, és azt gondolom, hogy nagyon szép képet mutatnak a táblák. Őszi árpát és őszi búzát nézhetnek meg ma a gazdák. Az iskola szempontjából is fontos az együttműködés a gazdákkal, hiszen így a tanulók testközelből tapasztalhatják meg a fajta jegyeket. A diákok azt tapasztalhatják, hogy más egy vető, tehát más egy fajta bemutatóhoz a vetés például, mint az, amikor a területre takarmányozás céljából vetünk, tehát megtanulják a felelősséget. Ilyenkor, amikor kihozzuk őket, látják a különbséget, hogy egy-egy fajta mit ér el, vagy milyen jelentősége van annak, hogy milyen területen milyen meteorológiai körülmények között dolgozunk. Ugye ez azt gondolom, hogy egy tudatosságra neveli a tanulóinkat, ugye amilyen tudatossággal a gazdák is megtervezik az évüket. Gyakorlat keretében évi egy-két alkalommal hozzák ki a kollégák őket. Egyébként ezt hosszú évek óta részt veszünk a fajta bemutatóban. Egyre több cég csatlakozik ehhez, és azt gondolom, hogy egyre jobb eredményeket érünk el. A terepszemle előtt szakmai előadáson is részt vehettek az érdeklődők, ahol növényvédőszerek használatáról és a gabonapiaci árak alakulásáról is szó esett. A gabonafajta bemutató állapotához érkeztünk el, a 9-10 fajta tulajdonos által hozott 80 gabona minta kisparcellás, 4 méter x 100 méter hosszan vetett kisparcellás vagy mezoparcellás eredményeit tudjuk bemutatni. Természetesen a betakarítás aratás után ugye minden adatot kiszolgáltatunk az érdeklődőknek, nem csak a fajta tulajdonosoknak, legyen az termésátlag, víztartalom. Ugye ezt megelőzően bent az iskola területén volt két előadás, két vendégelőadóval a NAK szervezésében. Az egyik ugye a gabonapiaci aktualitásokról beszélt, a Sági Tibor úr, jobbára közgazdaságtani kérdéseket feszegetett, jelenlegi és várható aktuális árak nem csak az őszi kalászosokban, hanem kukoricában, napraforgóban, gabonában is. A másikban pedig dr. Vörös Géza úr növényvédelmi aktualitásokkal bombázta le a tisztelt nagyérdeműt, és azt kell mondjam, ez az előadás is egy nagyon jó volt, magas színvonalú, és arra fölhívta mindenkinek a figyelmét, főleg a nyitott fülökkel ültek is a székeken, hogy ahogy intenzívebbé válik az egész mezőgazdaság és ugye a növénytermesztés is, úgy egyre ugye intenzívebb állapotokat kell ahhoz hozzátenni, egyre intenzívebb inputokat kell hozzátenni, illetőleg a magas hozamra való törekedés bizonyos talajművelési eljárásokkal, agrotechnikákkal nem biztos, hogy abba az irányba hat, hogy csak a vegyszerezéssel kell megoldani a növényvédelmi problémákat kártevők, kórokozók ellen, ugyanis ők is az intenzivitással együtt nagyon sokat tudnak fejlődni, és ez itt ugye problémákat jelent. A tiltott növényvédőszerek kártékony hatással vannak az élővilágra, nem csak a rovarokat, de az állatokat is megmérgezhetik. Egyelőre ilyen előzetes termésbecsléseket csak kíváncsiságból végeztünk, de ebbe úgy nem is mennék bele. Majd, ha meglesznek a konkrét eredmények, ugye aratás után akkor látjuk, össze tudjuk vetni a tavalyi, megelőző évi adatokkal. Talán a fajta tulajdonosok körét tekintve stabilitás jobban látszik, de magát a fajták között nagy átlagban azért van szórás. Aki tud, az tároljon. Ugye bizonyos makropiaci események miatt, legyen az a háború ugye Ukrajnában, jelentős mennyiségek vannak bizonyos multiknál letárolva, amelyek azért bizony fogják a kereskedelmet, és ugye fogják az árakat is. Most így prompt árakban alatta vannak a kínálatok, például a télvégi, tavaszi, koratavaszi árakhoz képest.
Akit árulni tud, azt próbálja, esetenként 20-30-40 ezer forintos plusz árakat ki tud csiholni a mostani felajánlások alapján, mert ezek egyből elmenő készletek, vagy egy olyan ajánlat érkezik alacsonyabb áron, aki viszont tud tárolni, és tud akár jövő márciusban ezzel ugye egy nagyobb eredményt elérni. A magyar gabonafélék hiába jó minőségűek, sokszor a rosszabb marketingértékük miatt szorulnak ki egyes piaci területekről.